Ebben a nyíregyházi fagyizóban 490 forint egy gömb, és fél adag nincs. Egyéb kiegészítőkkel könnyen 1000 forint felé mehetünk egy két gömbös fagyival. Ez a jellemző idén nyáron országszerte. Körülbelül 30%-kal emelkedett az édesség ára tavalyhoz képest. A fagyizó tulajdonosa azt mondta, a költségeik ennél jobban drágultak, de csak ekkora emelést tudnak megfizetni a vendégek. Komoly drágulás volt az alapanyagokban, a tejtermékek, cukor, energia, valami kétszeres, háromszoros, vagy 60-70%-os emelkedések. Fagyi árában ennyi nem érvényesül, mert nem tehetjük meg, ez az igazság. Nekünk tavaly 30%-os áremelkedés volt a fagyi árában, és még azt mondom, hogy mérsékelten emeltünk. És ez látható abban, hogy hányan érkeznek önökhöz fagyizni? Valóban az csökkent tavalyhoz képest. Azt, hogy most ez mennyi adódik az áremelkedésből, meg mennyi abból, hogy az időjárás elég erősen sújtott bennünket. Most április-májusban ezt nem tudom megmondani. Talán az áremelésnek, talán a hűvösebb áprilisnak köszönhetően a fogyasztás eddig nem túl biztató. A fagyi nagyon időjárás függő. Ha meleg lesz a nyár, lesz elég vendég is. Komoly versenytárs az olcsóbb bolti jégkrém, de a fagyisok bíznak abban, hogy a választék megtartja vásárlóikat idén-nyáron is.